Ahogy a hátam mögött is lehet látni, megtelt a MOL Arena sóstó főlelátója, nem véletlenül, hiszen ismét itt van május 1-e, és itt van a Sportomajál, és az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, hogy évről évre visszatér ez a, nevezzük így, tavasz köszöntő, nyárindító, nagy méretű jambori, viszont az elmúlt két évben a pandémiás helyzet miatt sajnos ugye nem lehetett megtartani, úgyhogy egy hosszú szünet után egy hosszabb várakozás előzte meg a mostani 2022-es Sportmajálist. Nézzék meg velem, tartsanak velem a következő szűk fél órában, hiszen Vakler Lajos kollégámmal ketten megpróbáljuk megmutatni, átadni a TV képernyőkön keresztül, hogy milyen volt ez a két év után ismét megrendezett 2022-es május 1-i Sportmajális. A koronavírus járvány okozta két év kihagyás után ismét megrendezték városunkban a Sportmajálista munka ünnepén. A rendezvényre ez évben is nagyon sok egyesület jelentkezett, megerősítve, hogy a magyar sport egyik reprezentánsa Székesfehérvár. Nagyon fontos számunkra is, hiszen 2019-ben volt utoljára így élőben Sportmajális. Nagyon várták a sportegyesületek, és mi is nagyon vártuk, hogy újra megrendezhessük a hagyományos formájában a Sportmajálist. Most itt reggel 38 sportegyesület, közel 1500 sportolóval fog felvonulni a MOL Arena sóstóig. Ez egy óriási élmény, hiszen itt látszik igazán a sport összetartó ereje, amikor minden sportklub itt van, aki jelentkezett erre a felvonulásra. Itt vagyunk együtt, együtt mutatjuk, hogy milyen fontos számunkra a sport, milyen fontos számunkra a saját városunk. A Sportmajális moderátora Somos Zoltán volt, aki bár már számtalan világversenyt megjárt riporterként, de a székesfehérvári találkozó mégis az egyik szívügye. Éppen most olvastam itt a szervezők által adott felkomszövegben, mert én már nem bírtam volna összeszámolni, hogy ez a 11. Sportmajális. A legelsőn már én voltam a konferenci, és ez azóta is így van, úgyhogy ez az én életemben is egy nagyon meghatározó esemény lett. Már csak azért is, mert tényleg évről évre, napról napra ugye a fehérvári sportról beszélünk, írunk, kommentáljuk, és valahogy itt ilyenkor az egész egy helyen látható, hogy milyen valódi tömegeket megmozgató szervezettsége és ereje van a fehérvári sportnak, és hát nagyon jó ezt minden évben végignézni, ahogy a nagy dinamikus felvonulástól egy kicsi, a csendesebb elszortságon keresztül alakul a program, rengeteg mindent ki lehet próbálni, csinálni, családok jönnek, gyerekek ismerkednek a sporttal, és hát az külön öröm nekem, hogy nem csak a nagy egyesületek vannak, ők is fontosnak tartják, hanem rengeteg olyan tulajdonképpen önszerveződő kis csapat, egyesület, ami a féle baráti összejövetelből, vállalkozásból, sportirásti rajongásból indul, és lesz aztán egyre komolyabb és szervezettebb, és ez mutatja, hogy a sport gyakorlatilag mindenkit meg tud mozgatni. Az arak atlétái sem maradhattak ki a látványos kavalkádból, a fiatalok számára ez a nap igazi örömünnep. Megpróbáljuk minél több korcsoportunkat felvonultatni a felvonuláson, illetve nagyon reméljük, hogy sokan kilátogatnak majd hozzánk a helyszínre, ahova kitelepülünk, hiszen érdekes új felmérésekkel készültünk. Súlypont emelkedést fogunk mérni, illetve sebességgyorsulást, és három korosztályban majd eredményt is fogunk hirdetni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sokan eljönnek, megméretnek, és nagyon jó eredmények fognak születni. A MÁV előre tradíciói meghatározók a város sporttörténelmében, ezúttal is számos szakággal képviseltették magukat az ünnepen. Hát itt vannak most ők éppen ugye a rutántos lányok, a röpisek is érkeznek, természetjárás kint lesz majd a stadionnál, a kézisek is érkeznek, tehát a sportnak egy elég széles spektrumát tudjuk bemutatni. Igyekszünk igazából ugye újra régi fényébe a MÁV előrét felvinni. Jelenleg a röpisek, és köszönjük szépen a gratulációt ezúton is. A fiúk meg ma fognak nekiállni, a fiú röpisek, és még nekik két meccset kell behúzni. Egy érzés, egy szív, ez Székesfehérvár a MÁV előre. A futball hagyományai a mindennapokban is sok örömöt szereztek a szurkolóknak már. A piros-kék együttes ezúttal is valamennyi korosztállyal képviseltette magát a találkozón. Reprezentáljuk a női szakágat, tehát 7 éves kortól gyakorlatilag a felnőtt csapatig az összes korosztályban tudunk már lányokat versenyeztetni. Ez egy nagyszerű ünnep nekünk, mert ki tudunk vonulni, el tudunk menni, láthatja egy Székesfehérvár közönség és az, hogy már megjelentünk mind női szakág, fiúkkal együtt. Úgy terveztük, hogy a felvonulás után még a stadion mellett toborozni is fogunk,
hamarosan kezdődik egy ilyen toborzós időszakunk, és ez egy nagyszerű alkalom erre, hogy láthassanak minket. A fehérvári sport egyik reprezentánsa a jégkorong együttes. A felnőtt sikerek mellett a klub immár bátran támaszkodhat az akadémia nevelő munkájára is. Azt kell mondjam, hogy egy sikeres éven van túl, mint a felnőtt, mint a utánpótlás bázisunk. Én azt gondolom, hogy ez is egy méltó ünnepe annak, hogy egy kicsit a végén összejövünk együtt a többi fehérvári sportággal, és hát együtt ünnepelünk egyet még itt a mi nekünk a szezon végén, van akinek még nem a szezon végén, de összejövünk, és egy kicsit mindenkivel elbeszélgetünk. Ocskai Gábor a magyar hoki ikonja nem titkolja, az egyedülálló fehérvári közösségi esemény ma is megdobogtatja a szívét. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ez ki lett találva, még én annak idején a Breyer Évával beszélgettem egy kávé mellett először, és az Éva ötlete volt ez, hogy legyen ilyen. Én azt mondom, ez már hagyományá vált. Az elmúlt években sajnos a pandémia miatt ez nem jött létre, de én úgy látom most is, hogy itt ez a több száz fiatal sportoló, ez nagyon megdobogtatja az ember szívét. Farkas Sándor, a kosárlabda legendája sem titkolja, fontos közösségépítő szerepe van a május 1-i találkozóknak, ami egyben megerősítést jelent a sportolóknak és a közönségnek is. Természetesen ugye itt szinte az összes sportág itt van, képviselői, edzők, vezetők, játékosok, versenyzők. Jó így együtt látni ezt a sportvárost ennyi gyerkőccel, úgyhogy ez nagyon jó érzés. A sportmajális népszerűségét az is nagyon jól mutatja, hogy idén 44 sportegyesület jelentkezett a majálisra, közülük 38 klub vett részt a jó hangulatú felvonuláson, a Petőfi szobortól a Band of Streets zenekar kíséretével, a Palotai út, Széchenyi út, Csíkvári út útvonalon a MOL Arena sóstóig, ami több mint 1500 főt jelentett csak a sportegyesületektől, mellettük pedig meg annyi székesfehérvári kísérte el az egyedülálló esemény résztvevőit. A stadionban Cserpalkovics András köszöntőjében kiemelte, Székesfehérvár büszke lehet arra, hogy a majálissal is megerősíti sportváros jellegét, és büszke lehet azokra a sportolókra is, akik meg annyi dicsőséget szereztek városunknak és Magyarországnak. Jól nézett ki itt a főlelátó, ami egy 3500 néző befogadására alkalmas lelátó, és gyakorlatilag megtelt sportoló, elsősorban fiatalokkal, bár élsportolók hozták őket, kísérték őket, vezették fel őket, amit ezúton is köszönök nekik. De alapvetően, ami gyönyörű volt, az a rengeteg gyerek, rengeteg fiatal, a legkülönbözőbb sportágakban, amihez közösség tartozik a városban, ők pedig ahhoz a közösséghez tartoznak. Ezt tudja adni a sport és a kultúra, mint a város két igazi közösségformáló ereje. És sajnos az elmúlt két évben a járvány miatt nem lehetett sportmajálist rendezni, szervezni. Én nagyon örülök, hogy most megtarthattuk, hogy ilyen gyönyörű időben és gyönyörű helyszínen tudtuk ezt megtartani. A vonulással együtt azt hiszem, hogy szépen reprezentálja azt, hogy miről is szól a sport és a sportélet Székesfehérváron. Varga Tamás beszédében megerősítette, Székesfehérvár számára kiemelten fontos a sport. Fehérváron a május 1-e a sport és majális együtt a sportmajálison találkozhatunk. Két kihagyott esztendő után ismét, amikor reggel megérkeztünk ide az arénához, akkor egy csönd volt és kihaltnak tűnt a stadion előtti tér, és aztán hirtelen megérkeztek a Petőfi szobortól indult sportolók, és megtelt a tér, megtelt az aréna. Fantasztikus élmény volt együtt lenni a sportolókkal. Köszönjük szépen a sportolóknak, a sportvezetőknek, edzőknek azt a sok-sok élményt, amit minden évben szereznek nekünk. A köszöntőket követően Cserpalkovics András polgármester adta át az idei elismeréseket a Székesfehérvár sportjáért kitüntetetteknek. A rangos díjat ebben az esztendőben a MOL Fehérvár utánpótlás technikai vezetője, Németh János is kiérdemelte. Ebben az esztendőben most már azért sok minden ért egy 77 éves korom után. Gondolom, hogy most már azt gondolják Istennek is, hogy kifelé megyünk, de hát még nem megyünk kifelé. Bízom benne, hogy még sokáig tehetem azt, amit teszek a városnak a sportjáért, iskoláért. Nekem minden iskolával azon kívül, hogy nincs akadémiánk, nincs iskolánk, de annyi, mintha lenne, mert minden iskolával, óvodával mindenképpen van személyes kapcsolatom, és a gyermekeinknek a tanulása, elhelyezése, sportolása nagyjából biztosítva van.
Ugyancsak Székesfehérvár sportjáért díjjal jutalmazta a város sportjában kiemelkedően végzett munkájukért az Alban Volán Sportklub öttusa szakosztályát. A díjat Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok a klub alelnöke, illetve elnöke Tóth István vette át. Nagyon nagy örömmel fogadtam, és nagyon megtisztelő ez a díj. És tényleg egy sportos majálison vehettünk részt, hiszen láttuk a rengeteg gyermek és felnőtt felvonulását, illetve egy nagyon sportos hétvége is van jelen pillanatban az öttusa szempontjából, hiszen Budapesten zajlik éppen az öttusa világkupa, ahol nagy örömöm volt tegnap, hiszen Demeter Bence negyedik helyezést érte el nagy hajrával, úgyhogy azt gondolom, hogy szakosztály szempontjából egy nagyon jó hétvéget, sportos hétvégét zárunk. Azt gondolom, hogy minden kitüntetésnek örülni kell, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt a kitüntetést is megkaphattuk. Én azt hiszem, hogy ha valaki végig tekint azon a múlton, amivel mi rendelkezünk, és remélem, hogy az előttünk álló jövő pedig ezt fogja majd igazolni, hogy folyamatos építkezés volt. Kezdtük a Budapestről idehozott versenyzőkkel, aztán utána jött a Kulcsár Tóni által fölnevelt nemzedék, majd erről már veled is többször beszéltünk, a 2000-től 2010-ig tartó aranykorszak, hát az hihetetlen eredményekkel, Zsuzsával és a többiekkel is, ne felejtsük el. Majd utána, mikor volt egy generációváltás, akkor megint jött két igen tehetséges versenyző, fehérváriak itteniek, a Saci is és a Bence is. Én azt gondolom, hogy ez bizonyítja azt, hogy ennek a városnak van értelme, hogy ilyen öttusa sportot tartunk fent. A díjátadás után a pompomlányok látványos bemutatóját követően sikerült megszólítanunk Nikolics Nemanját is, aki már székesfehérváriként gyermekével látogatott ki az egyedülálló találkozóra. Nagyon jó volt látni ilyen sok embert a stadionban. Igazából első ilyen felvonulásom volt a gyerekeimmel, lányom is ott volt sportoló közül, a fiam pont tornán volt, úgy ő nem tudott kijönni, de jó volt látni, igazi sportváros, most is lehetett látni, hogy rengeteg olyan sport van, volt, amit nem is tudtam, úgyhogy tényleg klassz dolog. Nagyon jó volt látni fiatal arcokat, akik előttük van az egész karrier, úgyhogy szuper az egész, szuper a városnak is, hogy ennyire foglalkozik ezzel, úgyhogy tegnap este későn értünk haza, de nem aludtam annyira sokat. Ezután következik az edzés is, de ilyen pillanatokkal tényleg érdemes kijönni. Sokrétű, széles perspektívával mozgó előadást mutattatok be. Mi volt ebben a bő negyed órában? Szia Tamás, örülök, hogy látlak, és köszönjük, hogy idén is minket is meghívtak ide. Egyre több mindennel foglalkozunk, korábban a versenyeztetés volt, a karate versenyeztetés volt a fő célpont, de aztán elkezdtünk a tömeg felé nyitni, és jobban inkább a harcművészet mélysége érdekel bennünket, és pusztakezes önvédelmet mutatunk, ami kortalan, nagyon pici kortól késő időskorig bárki használhatja, hogy láttátok a színpadon igazán, mester kollégám elmúlt 70, Laci bácsi simán megcsinálja ezeket a dolgokat. Aztán a japán kardvívás, az meg imádják általában a japán kultúrából. Ennek is szeretnénk a dolgaival foglalkozni, a formagyakorlatokkal, a páros gyakorlat értelmezésekkel, ebből is egy picit ide csempésztünk a színpadra. Hát a japán dobról meg nagyon nem kell beszélni, elég hangos műfaj, de imádjuk csinálni, nagyon nagy buli gyerektől a felnőtt, aki mindenkit megmozgat. És nektek mit jelent az, hogy végre két év után újra itt lehettek kint? Nagyon vártuk már ezeket a programokat, annak örültünk szerencsére, hogy a nyári táborokat meg lehetett rendezni, de azon kívül eléggé szűk volt a merítési lehetőség nekünk is. És öröm azt látni, hogy már tényleg kora reggel ott rengeteg ember kint van, hogy vágynak erre, és nagyon jó látni, hogy ilyen gyönyörű szép sportcentrumban meg tudjuk tartani ezt a ajánlást, úgyhogy mindenkinek remélem, hogy sikeres lesz a egész napja. We'll be right back.
Mi az, amit láthattak tőletek a nézők itt az imént a színpadon? A székesfehérvári versenyző csapatokat láthatták a nézők. Ezek a gyerekek területi, illetve országos versenyzők. Mit jelent nektek az, hogy két év után végre ki lehetett jönni ide a Majálisra, és ismét nagy tömegben itt a pandémia után együtt lehet lenni? Nagyon sokat jelentett, hiszen már nagyon vártuk, és nagyon hiányoztak nekünk ezek a fellépések, hiszen itt mindig olyan jó hangulat van. Most merre mentek tovább? Kicsit tudok majálisozni esetleg? Hát nagyon szoros lesz a programunk, most Sárkeresztesre fogunk tovább menni, utána pedig Várpalotára majd. Mondhatnám azt, hogy évről évre egyre többen vagytok, de ugye két év kimaradt a pandémia miatt. Mit jelent nektek az, hogy végre itt lehettek újra? Nagyon nagy öröm nekünk, hogy újra itt lehetünk, újra összeállt a csapat. Ez nagyon fontos a vidéken sportoló harcosainknak is, meg a fehérváriaknak is, hogy látják, hogy együtt vagyunk, és egy tök jó napot tudunk együtt itt. Mennyien jöttetek, Maki? Mennyi sportolót sikerült összeszedni Fehérvárról és a környékbeli több településről? Hát nem számoltam még össze, de 80-90 sportolót és a hozzájuk tartozó szülőket, tesókat, nagyszülőket, barátokat, ismerősöket hoztuk ki. És tartunk nekik egy ilyen kis rögtönzött majálist. És a bemutató nagyon látványos volt tömegében is. Mi az, amit láthattak most az érdeklődők? Hát tulajdonképpen a Kyokushin karaténak az egész repertoárját próbáltuk megmutatni, az alaptechnikáktól, az egyszerűbb és a bonyolultabb formagyakorlatokon keresztül, és aztán a küzdelmeknek az általunk gyakorolt összes ágát, valamint hát az önvédelem, azt szeretik mindig legjobban a felnőttjeink, az önvédelmi gyakorlatokat. És ugye azt tudjuk, hogy nátok sokkal az élsportoló, az önsportoló, aki országos versenyekre vagy világversenyekre készül, most így a Majálison mennyire engedhetik el magukat? Tehát milyen versenyek várnak még rátok az idei szezonban? Hát most a szezon közepén vagyunk, végre van szezon, és ennek a szezonnak most a közepén vagyunk. Két hét múlva a Diákolimpia döntő, tehát ott is komoly létszám, 12 fővel megyünk a Diákolimpiai döntőre. Aztán utána még a nemzetközi versenyek még előttünk vannak, lesz a Kántor Vikinek lesz egy IFK világbajnoksága Valenciába, illetve még nem állt össze pontosan a csapat, de július elején pedig a KVU világkupára megyünk Várnába. Biztos megkaptad már a kérdést adott esetben egy edzésre, amikor mondjuk ez egyszerű férfi lemegy, vagy edzésre fogyniak, és megkérdezi, hogy oké, de ez micsoda. Szóval ez most mi volt? Az egyszerű férfi, tehát most férfinak válaszolok? Igen. Jó, na ez egy zóna edzés volt, ez egy basic örömedzés volt, van a nagyon maxos edzésem, egyébként pont a pasik azt szeretik inkább, abban több az erőelem. Ez inkább egy kardiós örömedzés volt, a zenére toltuk, vidáman, nagyon sok csápolós, ugrálós gyakorlattal, ami tényleg jó kis zsírégető, jó sok kalóriát égettünk, és mégsem készülünk ki annyira, ez nem vesz ki annyit a szervedből, ez tényleg inkább csak hozzád ad. Jó kedved lesz tőle, zsírt égetsz, edzel, és ezzel finoman lehet alakformálni. A keményebb edzéseimmel viszont lehet rendesen izmot építeni, és keményebb fejlődést elérni. Ebben a nagyjából egy órában mennyi kalóriát lehetett elégetni? Most előbb néztem, várjál, szerintem 400 körül. 400 körül volt, igen. Úgy emlékszem, 370 vagy 400. Ez tök jó, igen. Szerintem ez egy jó arány. Nyilván az attól is függ, hogy kinek mennyire megy fel a púzusa, mert egy edzésen valaki azt mondja, hogy 600 égetett, valaki meg azt, hogy 300-at. Ez függ az állóképességünktől is. De igazából nem is ez a lényeg tényleg. Ez egy intervall edzés, ezt meg el kell mondanom, hogy itt nem csak az a kalória mennyiség számít, amit
az edzés alatt elégetsz, hanem az intervall lényege a váltakozó intenzitás, és ennek van egy tök jó utóégető hatása, vagyis még órákkal az edzés után is sokkal magasabb szinten pörög az anyagcsere, várja a következő sokkot, ugye pörgünk, megállunk, és erre még felkészül a szervet, és ezt még várja a következő órákban is, ezért magasabb szinten tartja és pörgeti az anyagcserét, ezért tök jó utóégető hatása, és többet égetünk így összességében. És hogy érezted magad itt Székesfehérváron, meg egyáltalán? Gondolom jó dolog, hogy végre lehet ismét jönni a tömegbe, nagy tömegek előtt edzést tartani, ki lehet végre szabadulni a bezártságból. Aj, ne is mondd, megőrülök, már annyira hiányoztak a rendezvények, és ez meg különösen szívem csücskös szabadtéri. Egyrészt napozhattam, köszi, lett egy kis színem, és fújt a szél, jó hangulat volt, jó levegő, ez igazán nagy élmény, és nagyon örülök már, hogy végre vannak rendezvények, elindultak. Fehérvár a szívem csücske, imádom, nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy most menjünk a barátnőm. Mert kicsit körbenézünk, maradunk, én nem tudunk elmenni haza. Hogy itt a Robi is már az előbb kérdezte, vagy mondta, hogy ez egy nagyon kényelmetlen kerékpár, vagy csak nem volt pénzetek nyeregre, ülésre. Mi az, amivel itt várjátok az érdeklődőket? Kihoztuk ugye azt a pályát, amin ugye mi is tudunk biciklizni, amin ugye be tudjuk mutatni, hogy mi is ez a sport igazából, hova lehet vele eljutni, illetve hogy hoztunk ki a kezdőknek, érdeklődőknek is egy pályát, illetve gyakorló bicikliket, amivel ki is tudják próbálni. Hogy indul egy triálosnak a pályafutása, hogy kap egy mountain bike-ot, elkezd az erdőben, aztán valahogy ráakad egy ilyen pályára? Hogy kell ezt elképzelni? Igazából mi úgy voltunk vele, hogy mi mindig is szeretünk ringezni, és mindig ugye hát így ez a tökön uborkán keresztül. Aztán ugye láttunk ilyen srácokat a városban, hozzájuk csapottunk, és megtetszett, és igazából azóta, most már majdnem 20 éve szerelmesei vagyunk ennek. A triál esélyben mennyien vagytok egyébként, és milyen eredményeket tudtok felmutatni? Most jelenleg még igazából csak 10, viszont ugye testvérem is benne van ebben a sportban, és tegnap voltunk Cegléden, ott ugye ő a kategóriánkat megnyerte, én harmadik lettem. És milyen, mit jelent az nektek, hogy itt lehettek ugye a május 1-i sportmajálison, ami ugye hát a pandémia miatt 2 évig nem volt, nem lehetett? De igazából nekünk is ugye az egyesület pont úgy alakult, hogy 2020-ra, tehát igazából nem nagyon tudtunk aktívak lenni, meg így megjelenni sehol, úgyhogy ez most nekünk egy kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk ezt a sportot. Aki keresne titeket, az hol talál meg? A Facebook oldalunkon tud megtalálni, ez ugye facebook.com/fehérvártiál. Na mi az, amit itt az imént láthattak tőletek, a kedves egybegyűltek, a nézők? Én remélem, hogy mindenki nagyon sok minden gyönyörűséget látott, ezt úgy nevezzük egy szóval, hogy rúdsport. Azt gondolom, hogy már sokan hallottak róla. Igaz, hogy sokan még nem akarják annyira elfogadni, mint amennyire durva sport ez. De remélem, hogy ez most átjött nektek is, és mindenkinek, aki látta. Mennyire durva? Én a sziklamászáshoz, illetve a vitorlázáshoz hasonló dolgokhoz tudom mérni, hiszen erőllét is kell, rugalmasság is kell, veszélyes, fáj is, van bőven kritérium. A másik fontos kérdés egy ilyen sportágnál, hogy mi az az életkori időtartam, amiben lehet férni? Tehát hány éves kortól hány éves korig lehet ezt csinálni? Tapasztalatom szerint 5 éves kortól nem mindenki, de 5 éves kortól el lehet kezdeni. A legjobb korosztály szerintem a 8-9, tehát ott kell elkezdeni, mert a brutál jó, mert nem félnek még, viszont már az erejük, az agyuk megvan ahhoz, hogy figyeljenek, nagyon összetett és koncentráció szükséges.
Illetve 99-ig bátram. Jó, mint láttátok, egy mozgássérültem is van, úgyhogy se kor, se súly, semmi nem függvénye, akarata függvénye. És ti hogy éritek meg azt, hogy két év szünet után végre ismét van sportmajál, és ti is a korábbi években voltatok már itt ki, most milyen érzés ismét kijönni a tömegbe itt a pandémia után? Nagyon várták a lányaim is, én is vártam, megmondom őszintén. Mi tavaly előtt is ünnepeltük a majálist így házilag, illetve versenyeink is megvoltak tartva a pandémia alatt is, hála Istennek, úgyhogy mi folyamatosan készülhettünk. Ez volt a sportmajális itt május 1-én Székesfehérváron. Bízom benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére valót, de a legfontosabb én azt gondolom mégis az, hogy egyáltalán meg lehetett rendezni két év után a sportmajálist, hiszen vége a pandémiás időszaknak, és reméljük, hogy ez már nem köszönt ránk többet. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket már a Németh Nagy Róbert operatőr és Vakler Lajos szerkesztő kollégám nevében.